Jó estét kívánok! A kormány 100 millió forinttal támogatja a kóbor ebek ivartalanítását. Természetesen a székesfehérvári állatmenhelyek pályáztak a lehetőségekre. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, ha velünk tartanak. Ezek az ebek szerencsésebbek utcán élő társaiknál. Átmeneti otthonukban minden ellátást megkapnak, amire szükségük lehet. Azonban hazánkban jelenleg az egyik legnagyobb probléma a kóbor ebek magas száma, melyet a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni. A kormány 100 milliós támogatásának köszönhetően újabb mérföldkő következhet az állatvédelem és a felelős állattartás terén. A Herosz-Fehérvári állatotthon is pályázott a támogatásra, azért, hogy az állatok életminősége ezáltal is javulhasson. Maga az ivartalanítás, én azt gondolom, hogy ez hozzátartozna a felelős állattartáshoz, de ugye jogszabályilag nem kötelező, ezért a gazdák nagy része szereti ez alól kihúzni magát. Ennek az eredménye az, hogy a menhelyek azok zsúfoltak. Ezébként ez mind kutya, mind macska tekintetében egy óriási probléma, sőt a macskáknál egyre nagyobb probléma, hiszen egyre nagyobb a populáció, ami szabadon szaporodik. Ugye mindig azzal védekeznek a gazdák, hogy mert drága, és én azt gondolom, hogy nincs igazuk abban, amikor azt mondják, hogy állja ezt az állam, hiszen ha valaki állatot tart, akkor azért neki vannak kötelességei, ezzel tisztában kellene lenni, és bizony az, hogy hagyja szaporodni valaki az állatot, ezáltal a társadalomra tolja át a saját felelősségét. De mivel a menhelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, és hát nyilván a kormányhoz azért beérkeztek ezek a statisztikák évről évre, hogy milyen sok állat van az országnak a menhelyein és a gyepmesteri telepeken, ezért indították el most ezt a pályázatot. Természetesen a Herosz az pályázott, hiszen minden lehetőséget megragadunk arra, hogy minél több bevételre tegyünk szert, mert ezzel tudjuk ugye az állatoknak az életminőségét is javítani. És hát ebben a pályázatban azért ki kell emelni, hogy konkrétan a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Hajdú-Bihar megye területe az elsődlegesen preferált, mert a beérkező adatok alapján itt a legnagyobb gond a kóborkutya probléma, illetve a kóborló állat probléma. És ez a pályázat, ez igazából nem csak ivartalanításról szól, hanem arról szól, hogy itt az állatoknak az egyedi azonosítóval történő megjelölése és a veszettség elleni oltása is megtörténik. Két módon lehetett rá pályázni, úgyhogy vagy egy menhely pályázott, vagy a menhelyet működtető civil szervezet, vagy pedig a civil szervezet az nem konkrétan menhelyen élő állatokra pályázott, hanem ebben a térségben az önkormányzatokkal összefogva próbálunk csökkenteni. Tehát a utcán talált állatoknak az ivartalanítására is lehetett pályázni. Itt tulajdonképpen az önkormányzatoktól egy ajánlást kellett hozzácsatolnunk a pályázathoz. Tehát mi Ózd környékére koncentráltunk, ott nagyon nagy a probléma, és ott a környező kis önkormányzatokkal felvettük a kapcsolatot, akik ezt az ajánlást ezt megadták, illetve hát a fehérvári és a szentesi menhelyünket is belevettük a pályázatba, de nyilván tudjuk azt, hogy mi azért hátránnyal indulunk. Nagyon sok minden benne volt a pályázati feltételek között. Az egyik például az, hogy minél régebbi működésű a menhely, az azért jelentett előnyt az elbírálásnál. És hát gyakorlatilag ugye beadtuk a pályázatot, és várjuk a minisztériumnak a döntését, bízunk abban, hogy ez pozitív lesz. Maga a pályázati kiírás az úgy szólt, hogy 2020. február és november 30-a között kell tulajdonképpen azt a létszámú ivartalanítást és hát a hozzátartozó dolgokat elvégezni, amire majd megkapjuk a pénzt. Itt nyilván az is lehet, hogy még kértünk mondjuk 120 állatnak az ivartalanítását, oltását, megjelölését, lehet, hogy nem fogunk 120-ra kapni, csak mondjuk egy kisebb számra, de a 2020-as időszakban kell ezeket a műtéteket elvégeznünk. Macska tekintetében teljesen teltházzal működünk, sőt, hát nagyobb is az zsúfoltság, mint az kívánatos lenne. A felnőtt macskák között megint 20 fölé emelkedett a létszám a macskaházunkban, és ugye ez az épület, ez alapvetően 20 cicára lett kialakítva. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit feszültség van az állatok között. Ugye oda már csak oltott, ivartalanított, megfelelően ellátott állat kerülhet, de így is a stressz miatt rendszeresen előfordulnak ilyen stressz által kiváltott megbetegedések közöttük.
És hát nagyon sok a cica óvodában, a fiatal kis cica. A kutyák esetében tulajdonképpen elég jó a helyzet, mert nagyon sok örökbefogadás volt, és azért kevesebb már ebben az időszakban a beérkező kutya. Mi az ivartalanításra már nagyon régóta gondot fordítunk, hogy a hosszú évek óta csak ivartalanított állatot adunk ki 6 hónapos kor fölött, de ez nagyon nagy teher. Úgyhogy reméljük, hogy a pályázatunk sikeres lesz, és ez ebben is segíteni fog bennünket. Volt most 1-2 balesetes állatunk. A támogatás keretében összesen 20 szervezet közel 3000 ebb ivartalanítását finanszírozzák. Ez pedig már a város másik menhelye, az Aska, akik szintén részt vesznek a programban. Molnár Tamásné elmondta, az eljárás azért is fontos, mert elkerülhetők vele a daganatos megbetegedések. Természetes, hogy mi is pályáztunk, hiszen ez az a témakör, ami azért nagyban segíteni a kóbor állathelyzetet. Nem csak azért, mert a jelenleg már menhelyeken lévő állatok ivarosak, akik ugye bekerülnek, és ennek a programnak a segítségével átesetnek az ivartalanítási műtéten, hanem a későbbiekben is, amikor kikerülnek gazdához, már nem fognak szaporodni, illetve nagyon sokan csodálkoznak, amikor mondjuk, hogy azért is kell ivartalanítani a kutyát, mert akkor nem fog kóborolni. Hiszen nincs szüksége arra, hogy elmenjen magának párt keresni, nem fogják csalogatni az illatok, illetve a természet is sokkal, de sokkal nyugodtabb lesz. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy hatalmas és nagyon jó kezdeményezés, bár közel sem fogja lefedni az országos igényt, hiszen már amiket tudunk, számokat sem lenne rá elegendő, de az a baj, hogy nem találunk olyan pontos adatokat, amik megválaszolhatnák azt a kérdést, hogy egyáltalán hány kóborkutya van ma Magyarországon. Vigyázzunk az állatainkra, tehát ez a legelső és legfontosabb. Én azt gondolom, hogy minden gazda, aki valóban felelősen tartja az állatát, átgondolja azt, hogy ez az ivartalanítás, ez őt is segíteni fogja, hiszen az előbb említettem, hogy nem fog elkoborolni a kutya, nem akar elmenni. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy elkerülhetők vele a daganatos megbetegedések. Sokan csodálkoznak, amikor mondjuk, hogy ugye minden állatot mi úgy adunk ki, hogy ivartalanítjuk, és semmi tünetet nem látunk az állatokon, és mégis a műtét során kiderül, hogy már ott volt a kezdődő daganat benne. Mindezeket egy ivartalanítási műtéttel már megelőzhetjük, és az állatok, a statisztikák most már bizonyítják, 2-3 évvel meg tudjuk hosszabbítani az állataink életét, ami azért nem mindegy, hogyha valaki együtt él egy kedvenc, hogy 12 évet, vagy mondjuk 14 évet tudnak együtt eltölteni úgy, hogy valóban egészséges a kutya, és valóban aktívan tudnak együtt élni. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nemrégiben mutatta be Fogadj örökbe című kiadványát, amivel segíteni szeretnék azokat, akik a menhelyről befogadás mellett döntenek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal számos kiadványt jelentetett meg, illetve működtette egy honlapot szabadagazdi.hu címmel, amelyek mind-mind a felelős állattartás térnyerését hivatottak elősegíteni. Korábban már kiadásra került a Kutyakötelesség című kiadvány, amely a kutyatartás jogszabályi hátteréről, illetve a kutyatartás egyéb vonatkozásairól nyújt egy átfogó ismerethalmazt, majd megjelent egy olyan kiadvány, amelynek az a címe, hogy Harmóniában együtt. Itt igazából az egész fiatal korosztály, tehát a óvodások, kisiskolások nevelését, figyelemfelhívását, felelős állattartóvá nevelését próbáltuk célként kitűzni, illetve a kutyatámadások megelőzését, hiszen azt azért látjuk a statisztikákból, hogy a kutyatámadások áldozatai nagyon sok esetben gyermekek, akik például nem tudják, hogy hogy és milyen módon viszonyuljanak mondjuk az utcán szembe jövő idegen kutyához, és az ő nevelésükbe próbál segíteni a Harmóniában együtt kiadvány. Időrendben a harmadik kiadvány, amelyről most beszélünk, a Fogadj örökbe című kiadvány, amely igazából azt célozta meg, hogy ugye egyre többen szeretnének kutyát tartani, és szerencsére folyamatosan azoknak a száma, akik nem feltétlenül vásárolni szeretnének kutyát maguk mellé, hanem mondjuk menhelyről, ebrendezőtelepről szeretnének kutyát örökbe fogadni. Éppen azért, hogy ez zökkenőmentes legyen, ezért gondoltuk egy olyan kiadványt ezen embereknek a kezébe adni, amelyből gyakorlatilag az első lépésektől kezdve végigkalauzoljuk őket egészen addig, ameddig a kiválasztott kutyát örökbe fogadják, sőt, még az első időszakban a nevelésben, állatorvoslásban is próbálunk némi tanácsot adni. Nagyon fontos, hogyha valaki pláne kezdő kutyatartóként
arra adja a fejét, hogy egy kutyát vesz magához. Ezt maximálisan üdvözölni tudjuk, hiszen ugye van az a mondás, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Viszont azt is tudnunk kell, hogy amikor egy kutyát magunkhoz veszünk, akkor egy kutya élete végéig szóló felelősséget vállalunk érte, és azt, hogy mindent megadunk számára, hogy optimális, boldog élete lehessen a családban. Viszont nagyon sokan elhamarkodottan vágnak bele a kutyatartásba. Tehát én azt hiszem, hogy számos olyan hasznos információ megtalálható ebben a kiadványban, amelyből a kezdő kutyatartó, de én még azt hiszem, hogy a nem túl nagy tapasztalattal rendelkező, de már régen volt a kutyás ember is számos hasznos információhoz juthat. Én nagyon örülök ezeknek a kiadványoknak, hiszen lehet, hogy kicsit komolyabban veszik, hiszen állatorvosok írják ezeket a kiadványokat, mint amikor azt mondjuk, hogy egy állatvédő beszél arról, hogy hogyan kell egy állatot tartani vagy védeni. Lehet, hogy komolyabban veszik a gazdák is, hogyha már az állatorvos is azt mondja, hogy vannak bizonyos előírások és vannak bizonyos ajánlások, amiket ebbe a könyvbe le is írnak, akkor arra jobban odafigyelnek és jobban betartják. Amikor néhány hónappal ezelőtt felvetődött az, hogy lesz egy ilyen kiadvány, és megkerestek minket is ez ügyben, én azonnal azt mondtam, hogy én mindenképpen szeretnék ebből több példányt is kérni, és a mai napig ugye vagy ide jönnek hozzánk iskolai osztályok, vagy mi megyünk ki az iskolákba, mai napig használjuk ezt az anyagot, mindig hagyunk ott az adott iskolai csoportba, és mindig javasoljuk azt, hogy olvassák át, és beszéljék át a gyerekek együtt, mert lehet, hogy egy kicsit furcsa, de mi a felnőtteket a gyerekeken keresztül próbáljuk megnevelni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a téli időszak beállta előtt a menhelyek takarókat, törölközőket, forgácsot, konzervet és tápot, valamint pórázat és nyakörvet szívesen fogadnak. Ha tehetik, lapozzák fel önök is a Nébih kiadványait a felelős állattartás érdekében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!